Szűnni nem akaró hányinger, kiszáradás, vérhányás, többek között ezek gyötrik a harmadik gyermekével várandós Katalin hercegnét. Mint kiderült, nem a szokványos terhességi rosszulétekről van szó, de hogy pontosan mi ez a betegség, arról dr. Imre Ruben szülésznőgyógyász szakorvossal beszélgetek. Jó reggelt! Jó reggelt kíván. Mi ez a betegség pontosan, és milyen tünetei vannak? Maga ez a betegség, ez a hiperemezis gravidarum, vagy vészes terhességi hányás, tehát magyarul inkább így szoktuk emlegetni. Ez körülbelül a terhes kismamáknak az 1%-ánál jelentkezik, és kora terhességben, tehát nem egy késői terhesség időszakban, az első 3 hónapban, leggyakrabban a 8, illetve a 10. terhességi hét között szokott előfordulni, és megkülönböztetendő a reggeli rosszul léttől. Azt minden kismama szokta érezni, általában az 5.-6. hét környékén már érzeteket a reggeli hányingereken, ami át a terhességi hormonszint emelkedésnek, ez a beta-HCG nevű hormonnak a hatására alakul ki, és tulajdonképpen a vészes terhességi hányás az már egy átmenet, egy olyan speciális formája, amikor annyira gyakoriak a hányások, hogy tulajdonképpen csillapíthatatlanná válik, otthoni módszerekkel nem tudja ezt uralni. Nem egy-egy hányásról van szó, hanem egymás után többször, akár 8-10-15 alkalommal, és ez annyira legyengíti a szervezetét, illetve úgy megváltoztatja az ion háztartását, hogy önmagát fenntartó folyamattá válik, és így már kórházi kezelést is igényel. Ennek vannak fokozatai akkor ezek szerint, de melyik az a pont, amikor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, és hogyan enyhíthető ez egyáltalán, mivel hogy a kismamák nem nagyon szedhetnek gyógyszereket? Ja, hát rutinszerűen otthon mindenki a B6 vitaminnal, illetve a folyadékpótlással próbálkozik, ami egy ideig, óráig működik, de általában mindenki érzi magán, hogy annyira legyengült, hogy már otthon nem tud segíteni magán, és ilyenkor szoktak kórházba jönni. Én azt gondolom, hogy egy-két hányás belefér minden kismama esetében reggeli rosszul lét kategóriába, tehát ez még nem az, ami miatt kórházba kell jönni. Át fog menni a folyamat egy olyan, amikor érzi ő is, hogy ez már nem normális, és ilyenkor kerül kórházi kezelésre, általában fel is vesszük osztályra, és infúziós kezeléssel, illetve hányás csillapító speciális terhességben is adható gyógyszerekkel kezeljük. Mitől alakulhat ki ez, vagy mitől függ, hogy kialakul-e ez a betegség, vagy nem alakul ki? Genetika, hormon, esetleg idegállapot, vannak-e ennek pszichés okai? Pontos oka nem ismert, és nem is olyan gyakori dologról van szó, viszont okokként az irodalom leírja, ezt így egyértelműen nem lehet mindenkinél igazolni, hogy a bizonyos pszichés háttér hajlamosíthat a kialakulásra, általában az aggódós vagy egyéb pszichiátriai betegséggel is rendelkező pácienseknél van. Egy alapideg állapot az nem fog, tehát nem egy ilyen általános stressz, hogy egy reggeli stressz hatás, vagy egy általános munkai stressz, ez nem fog ilyet kiváltani. Vannak bizonyos olyan lelkiállapotok, amik hajlamosítanak. Nem lehet ezt megelőzni még a terhesség ideje alatt, valahogy úgy megerősíteni az immunrendszert, vagy nem tudom, bármilyen gyógymód erre, hiszen Katalin hercegnél is láttuk, hogy az első és a második terhességénél is volt ez a betegség. Igen, akinél először egyszer kialakult, ott a következőnél is hajlamos rá, nincsen speciális megelőzési lehetősége, nem lehet kivédeni. Sajnos, tehát mi a hormonális hatásra reagál így a szervezet minden terhességben, ugyanaz a hormonális hatás alakul ki, egyszer kialakult, akkor ugyanúgy ismétlődhet is sajnos. Ebből a szempontból akkor elég kiszolgáltatottak a kismamák, hogyha ezzel a betegséggel bírnak, de mégis a tünetek enyhítése otthon is lehetséges, vagy kórházi kereteken belül jobban biztonságban van, hogyha súlyos? A súlyos mindenképpen kórházi kezelést igényel, nem tud otthon annyi folyadékot bevinni, hogy ezt a folyamatot visszafordítsa. Ha egy enyhe formában van, akkor általában felírjuk a szakrendelésen a gyógyszert, otthon tudja szedni, és akkor ezzel a uralhatóvá válik. Ha már eleve tudja, hogy ő ebbe bele fog csúszni, és a korábbinál volt, akkor megelőzésképpen tudunk neki gyógyszeres kezelést biztosítani. A magzatra milyen kockázatai lehetnek ennek, hogyha esetleg kiszárad a kismama, vagy ennek a betegségnek a tüneteinek? Az enyhe formának semmilyen kockázata nincsen, a súlyos kórházi kezelést igénylő az elsősorban az anya egészség állapotát veszélyezteti, magzati károsító hatása közvetlenül nincsen, de hát egyértelmű, hogy egy súlyosan kiszáradt állapot, vagy egy veselégtelenségbe csúszó súlyos kiszáradt állapot, az semmi olyan formában nem használ egy kora terhességi. Honnantól beszélünk súlyosságról? Tehát az, hogyha a reggeli rosszul lét fokozódik, és mondjuk délben is jelentkezik, az már súlyos, vagy egy nap nagyon sokszor lesz hányingere, vagy fog hányni a kismama? Inkább a hányásnak a mennyisége, hogy egyre több és egyre nagyobb mennyiséget hány a kismama.
ez szokta a súlyosságot meghatározni, illetve bizonyos speciális laborvizsgálatokkal lehet igazolni azt, hogy a folyamat elért egy olyan pontra, amikor már nem lehet a folyamatot visszafordítani a hagyományos kezelési módszerekkel. Tehát, hogyha ezeket a jeleket tapasztalják, akkor minél előbb érdemes orvoshoz fordulni, és így van. Akkor még enyhébb állapotban is kezelhető. Enyhébb állapotban könnyebb kezelni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen is.